Valamikor gyermekkorunkban sokat ugróköteleztünk, és ez amolyan rekreációnak számított mindig, de hogy ez sportág is, erről errefelé kevésbé tudnak az emberek. Ez mégis így van. Honnan is indult tulajdonképpen ez az ugrókötelezés sport szempontból? Kérdezem Sóti Erzsébetet, a Magyar Kanizsai M plusz táncklub edzőjét. Mint minden sportág, illetve többség a sportágaknak, ez is Amerikából került át hozzánk. Több mint 50 évvel ezelőtt kezdték ezt a sportágat Amerikában űzni, és különböző szövetség, illetve aminek saját szövetsége van, úgy nemzetközi, tehát világszövetsége, és európai is, mivel körülbelül 10-15 évvel ezelőtt bejött ez a sportág Európába, és főleg a fejlettebb országokban honosodott el, tehát mint Belgium, Németország, Csehországban is most már. Magyarországon körülbelül 6-7 éve űzik, diákolimpiai sportként is, és egy nagykanizsai kapcsolaton keresztül jutott ez a sportág el mi hozzánk, Magyar Kanizsára, mivel még ez a sportág a volt jugoszláv tagállamokban, illetve Szerbiában sem nem honos. Honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy egy táncklubban ugrókötelezzenek is? Mi azért szerettük volna, hogy a táncosaink ugrókötelezzenek, mivel ez fejleszti a különböző motorikus képességeket, ezen kívül az álló képességet is nagyon fejleszti, és a gyerekek észrevétlenül nagyon nagy álló képességre fognak szert tenni. Természetesen ennek a sportágnak is, mint a többinek is szabályai vannak. Különböző elemeket, amit meg később a gyerekek alapszinten be fognak mutatni, vannak, tehát ez úgy szintén egyéni, páros, csapatban űzik a gyerekek. Van gyorsasági verseny, hogy 30 másodperc alatt hányszor tudja a gyerek átugrani a kötelet, itt ugye egy lábot számolnak, és nagyon látványos sportág, mivel akrobatikai elemeket is alkalmazhatnak a gyerekek, és nem is gondoltuk azt, hogy ennyire elfogadják majd a mi gyerekeink, ugye, mert ezt próbaként hoztuk csak be, de viszont nem tudják azóta lerakni a kötelet. Miért kezdtél ugrókötelezni? Hát Kanizsán a nyári táborban nyílt egy ilyen szak a táncklubunkban, és meg akartam ismerni, hogy milyen ez a sportág. Különben milyen tánccal foglalkozol? Hát lassú, modern balett, illetve disco dance. Először különösebben a táborba kezdtem el vele foglalkozni, de otthon is néha csak így sportból. Egyébként itt csak ugrókötelezel, vagy más táncot is táncolsz? Nem, járok már 10 éve táncra. Volt ez a tánctábor, és akkor anya bejöltött erre a ugrókötelre, és akkor megszerettem, és jártok. Most, amikor ez a forgatás zajlik, éppen készülnek egy nagyszabású világversenyre Németországban. Így van, ez egy meghívásos verseny, ahova Európa legjobb klubjait hívták meg, köztük megtiszteltetését bennünket, hogy minket is ide soroltak be. Tony Deplix az a neve, Dortmund mellett lévő kis városba fogják ezt a versenyt megtartani. Ez egy első, tehát első alkalommal rendezik meg ezt a Grand Prix versenyt, és 7 ország több mint 300 versenyzője fog részt venni. Innen ki vesz részt rajta? Innét a junior és a felnőtt csoport fog részt venni. Ennek a versenynek az a jellegzetessége, hogy csak szólók, dúók és triók vehetnek részt, és teljesen át kellett a koreográfiánkat alakítani, illetve új koreográfiákat kellett készülni. Új koreográfiákkal készültünk erre a versenyre.
Örömmel újságolhatjuk, hogy az új koreográfiák olyan jól sikerültek, hogy az M plusz táncklub első lett a triók kategóriájának összesített versenyében a németországi versenyen, mivel mind a három benevezett trió kiváló mutatvánnyal rukkolt elő. Emellett a magyar kanizsai csapat elnyerte a Magic of Dance, vagyis a tánc varázsa külön díjat is. All your perfect imperfections.